A tavaly Oscar-díjat nyert Mindenki című film egyik főszereplőjét, Havasi Dorottyát néhány hete már bemutattuk itt a reggeli startban, hiszen Dorka nem csak kitűnő gyermekszínész, hanem sokszoros magyar bajnok műugró is. Szintén sokat sportol a film másik főszereplője, Gáspárfalvi Dorka, aki az artista képző után most újabb terveiről mesél nekünk. Mi a neve? Havasi Zsófi. Az nyilvánvaló, hogy imád szerepelni a tavaly Oscar-díjat nyert Mindenki című film egyik főszereplője, Gáspárfalvi Dorottya. Olyannyira, hogy még akkor is feltétel számára a szereplés, ha sportról van szó, mivel olyan mozgásformát választott magának, ahol fontos az előadó művészi képesség. A Baros Imre artista képzőben végzett, amit a kaszkadőrködés hozott meg számára, amit meg a színészkedés. 6 évesen Szabó István Ajtó című filmjében volt egy olyan jelenet, hogy le kellett ugranom a padlásról. Nagyjából 3 méter távolság lehetett a padlás és a szalmabogja között, és én mondtam, hogy úristen, hát én ezt nagyon várom, de én nem ugorhattam le. Mert hogy Szabó István, az Oscar-díjas filmrendező nem engedte, és egy kaszkadőr kislány helyettesítette a jelenetben Dorkát, aki viszont kedvet kapott ehhez. És ott volt a dublőr kislánynak a kaszkadőr koordinátora, a Gulyás Kis Zoltán, és nagyjából 9-10 éves körül voltam, amikor eljött az az időszak, hogy sportot kellett választani. És anyával azt beszéltük, hogy van a Zoli, és van ez az egész kaszkadőr képző, és mondtuk, hogy én ezt szeretném csinálni, és el szeretném kezdeni. Dorka elkezdte a tanfolyamot, és éppen nem indult gyerekképzés, így a felnőttek között végzett. Tanultunk boxolni, tanultunk esni, tanultunk ugrani, és például elmentünk az Etyeki filmgyárba, és leugrottunk 10 méter magasról egy ilyen hatalmas légzsákra, és olyan jó volt, és nagyon megszerettem, és végül elvégeztük. Majd 2 év kaszkadőrképzős élet után egyik társától hallott az artista képzőről, és nem volt kérdés, hogy abba is belefog, és nagyon szeretett minden órát. Van trapéz, tissú, akrobatika, egyensúly, zsonglőr, bohóc, pantomim, tényleg nagyon sok minden tantárgy van, és szakosító vizsga előtt például nem is tudtam, hogy melyiket válasszam, mert tényleg mindegyiket imádtam, és most egy kicsit dicsekszem, de mind a 3 évben kitűnő voltam. De aztán végül úgy döntött, hogy befejezi az artista képzőt, és a tanulásra fekteti a hangsúlyt, de közben a légtornába annyira beleszeretett, hogy azt majd a jövőben szeretné folytatni. És közös jövőben gondolkozik a Magyar Légtornász Egyesület alapítója, vezetője, Vince Tünde is, aki az artista képzőben volt Dorka tanára. Amikor először felküldtem a magasba Tisura, akkor nem csak, hogy hajlékony volt, hanem erős is, ami meglepő, mert hogy általában vagy valaki nagyon hajlékony, vagy olyan erővel rendelkezik testalkatilag, amitől ugye merev lesz. De Dorka mind a kettő. Átdobod a balon, egyszer, fönt megfogod 2 kézzel, fönt 2 kézzel fogod, átcseréled a lábad. Én azt látom rajta, hogy nagyon ott van agyban, nagyon tudatos, amit csinál, pontosan azért, mert ő különleges, tehát hogy tehetséges, ezért nagy jövőt jósolnék neki ezen a téren. Hogyha van egy saját útja, illetve egy stílusa, és azt ráerősítünk azzal a különleges tehetséggel, ami benne rejlik, akkor azt gondolom, hogy igenis nagyon jó helyeken tudna vele későbbiekben szerepelni, fellépni, nem csak cirkuszokban, hanem esetleg nagyobb társulatoknál. És persze versenyeken is indulhatna, hiszen Vince Tünde jó voltából a légtorna egy feltörekvő sportág, amelyből ma már sok versenyt rendeznek itthon. Amikor elkezdtem népszerűsíteni a Tisut, az volt egy picit a hátsó. Gondoltam, hogy egy sportágat, egy új sportágat hozzak létre. 2011-ben megrendeztem belőle az első bajnokságot, akkor itt a tornacsarnokban, és akkor Szene Attila egy új feltörekvő sportággá nyilvánította. 2016-ban megrendeztük az első világbajnokságot, ami a Fővárosi Nagy Cirkuszban volt. Kimondott a Légtornász Egyesület, úgy mi vagyunk a legnagyobbak, úgy, hogy pole dance és aerial akrobatika, úgy van rengeteg, tehát sokféle, akik a levegő sportággal vagy mozgással foglalkoznak, azok kinevelnek versenyzőket. És Vince Tünde Dorkából is egy nagyon jó versenyzőt szeretne nevelni, amire ő is hajlik, mert imád versenyezni is. De persze a színészettel sem hagyna fel, azzal is vannak tervei, mert hogy az 1 évvel ezelőtti Oscar-díját adó hatalmas meghatározó élmény volt számára, és az idei díjkiosztó gálát is teljesen más szemmel nézte. Nagy izgatottsággal váltam, meg ugye nosztalgikus is volt, mivel mégiscsak 1 éve történt ez az egész, és most mutatják élőbe, amit tavaly ugye mi nem láttunk élőbe, mert hát velünk történt meg. Rengeteg filmforgatásra hívják Dorkát, és ő boldogan tesz eleget ezeknek a feladatainak is, mert az iskola és a légtorna mellett két nagy álmát is szeretné még valóra váltani. El szeretném végezni a színművészetit, de most úgy tervezem az életemet, hogy 3 év múlva, amikor majd érettségizek, akkor felvételizek az állatorvosira. Az 6 éves lesz. És a színművészetit azt majd bezsúfolom oda, de azt mindenképp szeretném elvégezni. Kíváncsian várjuk, amikor megismerhetjük majd az állatorvos színész profi légtornász Dorkát.